This is Mavic Air 2. You may have some questions, like... Megjött a Mavic Air 2. A DJI szépen kijavította a hiányosságokat az előtthöz képest. Lássuk is, mit hozott az újonc. Talán a legfontosabb újítás az, hogy a Wi-Fi helyett OcuSync 2.0 támogatást kapott. Így az európai modell esetében 6 km-re nőtt az elérhető hatótávolság. A másik nagy előrelépést a nagyobb, félincses szenzorral ellátott kamera hozza. 48 megapixeles felbontás és fix 2.8-as blendével rendelkezik. Videó esetén 4K 60 fps és Full HD akár 240 fps-re képes. Ezzel a Mavic 2 Pro-t is túlszárnyalja. A kontroller új dizájnt kapott. Az új, nagyobb akkumulátornak köszönhetően a repülési idő az eddigi leghosszabb 34 perces hosszúságra nőtt, viszont ezzel együtt a tömeg 570 g-ra emelkedett. Kapunk 8K Hyperlapse funkciót választható repülési útvonallal. A quick shot manőverek is elérhetőek lesznek, és kapunk HDR módot fotó, panoráma és immár videó módban is. A videó esetén itt némileg le lett limitálva a felbontás és a hozzátartozó FPS a normál módhoz képest. A készülék első, alsó és hátsó szenzorral rendelkezik, fent és oldalt nem található szenzor. Ezeknek a szenzoroknak hála támogatott az ActiveTrack 3.0, APAS 3.0 és a Point of Interest 2.2 mód is. Az AirSense funkciónak hála, a drón már képes kommunikálni más légi eszközökkel a biztonságos repülés érdekében. Aztán még érdekes információ, hogy az Air 2 propellerei halkabbak, mint az első szériának volt, így talán kevesebb feltűnést tudunk kelteni vele. A készülék elérhető lesz normál és fly mode combo verzióban is. A normál verzió a szokásos, drón, kontroll, egy aksi és a szükséges kábeleket tartalmazza. Fly mode combo esetén 3 aksit kapunk, egy 3-as töltőt, ND filter készlet és extra propellereket. Egy hortáska is része ezek mellett a csomagnak. Magyarországi ár várhatóan a normál csomag esetében 300 000 forint, a Flymore Combo esetében 380 000 forint lesz. Ti mit gondoltak az új drónról? Szerintem ez egy méltó utódja lesz az R1-nek, és rengeteg funkciója van, amiben felnőtt a 2 Pro-hoz, viszont természetesen van, amiben lemaradt tőle. Mit gondoltok? Megéri a 2 Pro a felárat, vagy ti inkább az R2-t választanátok? Válaszokat várom kommentbe. Remélem tetszett a videó, amennyiben igen, kérlek lájkoljátok, iratkozzatok fel és a harangot se felejtsétek. Sziasztok!